elkezdődött nálunk a vérfrissítés, 3-4 embernek megköszöntük a játékát, így fogalmazzak, és próbáljuk frissíteni a társaságot. Remélem, hogy ez a elkövetkező egy hétben lezárul ez a folyamat, és tényleg a teljes keret február 15-e utána már készen lesz, és olyan formában is lendül, amit én elvárnék, hogy bent tudjunk maradni. Nehéz lesz, de nem reménytelen a helyzetünk. Bízom benne, hogy egy jó mérkőzést játszunk a mai este, és ez egy jó kiindulás lehet a jövőre nézve. Sokat edzettünk az utóbbi időben, mert tudjuk, hogy egy nagyon erős január vár ránk. Fontos bajnokik, ott vagyunk a kupa negyed döntőben is, és a bajnokok ligája is előttünk van. Nagyon fontos hónap ez, amire sokat készültünk. A keleti rangadón a sötét mezes Berettyó Újfalu számított esélyesnek, ennek jegyében a 7. percben Rafinha a vezetőgólt is megszerezte, aki ezzel csapata második legeredményesebbje a bajnokságban. Az emberek azt gondolják, hogy minden meccset könnyen megnyerünk, de ez nagyon nincs így. Az összes csapatnak megvannak az erősségei. Emlékszem, hogy ezen a pályán is mindig megszenvedtünk a pontokért, hiszen a két csapat kiválóan ismeri egymást. Októberben a mezei Will 7-4-re diadalmaskodott, ám csak úgy, mint akkor, most is meg kellett küzdeni a pontokért Sergio Cabrera csapatának, amely a szünetre nem tudott előnnyel vonulni, hiszen negyed óra elteltével Serhii lapa kiegyenlített. A rájátszásra készülve. Egy picit fáradtak voltunk ezen a mérkőzésen, mivel 6 nehéz edzésünk volt a héten. Úgyhogy reméljük, hogy a rájátszásban viszont jó formában leszünk, úgy fizikálisan, mint technikailag, mint mindenféleképpen, és hogy a bentmaradás maradjunk bent. A 29. percig kellett várni a Berettyó második találatára, ekkor Szid lövése talált utat a hazaiak kapujába. Nagyon fontos volt a 3 pont, mert így tudunk az első helyen végezni az alapszakaszba. Nyír Gyula nagyon jól játszott, én azt gondolom, nem oda tartozik, ahol van, de összetudtuk magunkat szedni, és így nyerni tudtunk. A Berettyó Újfalul végül Diaz 39. perces góljával 3-1-es sikerrel hangolt az Omonia Nikózia elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre. A Nyír Gyulai legközelebb a Kecskeméthez látogat. Ez volt a szezonban második olyan meccsünk itt hazai pályán, amikor azt tudom mondani, hogy helyek közel elégedett vagyok a fiúkkal. Volt sok jó dolog, próbálunk egy picit változtatni a játékrendszerünkön, picit egyszerűsíteni a játékunkat, mert nem vagyunk abban a formában, hogy a 4-0-át állandóan futással bírjuk. És itt igazából ez ki is jött a mai meccsen is, mert 27 percet bírtunk lábbal, utána pedig a szívünk vitt. Méltó ellenfelei voltunk a mezei Willnek.